A hölgyek után jön a férfiak bronzmérkőzése a 2022-es futszál MEFO-ban. Köszöntöm Önöket ismét. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 11-3-as vereséget szenvedett a testnevelési egyetemmel szemben a női bronzmérkőzése. Most pedig jön a férfiak csatája. A Pécsi Tudományi Egyetem látható majd jobbról balra. A portugál Boavista csapatának van hasonló színösszeállítás, ez a kockás terítő feeling. Ők láthatóak majd sötétebb rezzel, míg kékben szemlélhetjük majd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csapatát, amely meg is kezdte az összecsapást. Ez az előretett labda viszont nem volt pontos. Matesz Kornévé lett a pécsiek kapusája a labda. Többen is egy csapatban futszáloznak. A nagysenyabb szinten a pécsiek közül, itt például Vénosz Soma tette tovább a labdát. Összésorra megismerkedünk a játékosokkal. Vénosz vissza a biztosító játékosnak, aki nem más, mint Szent Mártoni Márton. Vénosz középít centerként ezúttal, a Szent Mártoni az visszatett passza nem volt optimális Füzes Dávidnak. Sarokrugás lesz így, amit majd Mészáros Gyula végezhet el az EKK csapatából. És védenie kell a kapusnak. Matesz Kornél rúgta ki. Kontra azonban nem lesz ebből, belül várná Molnár András. De a második hullámban csatlakozó Molnár Dávid is kísérletezhetett. Molnár Dávid igazgatja a többieket az EKK csapatából. Ő labdarúgóedző, a DVTK nevelése, hazatért gyakorlatilag így Miskolcra. Jelenleg a Felső Zsolca bal hátvédje. Nagyszerű szóló és gólhelyzet már a PT előtt, nincsen szabálytalanság Forró Mátéval szemben. Ez is egy pontatlanság, Géringer László tette ki, és játszott a Diózsér utánpótlás együtteseiben, jelenleg pedig a harmadosztályú Tiszaújvárosban munkálkodik, hátsó tízesként. Szent Mártoni. Jó a csel, kirontott egy pillanatra, Molnár András Zsuklovics semmit játszott, Vénosz. Képviseli a masszívabb fizikai alkatú játékosokat a PTE kezdősorában. Ezért nem könnyű elnyomni vélhetően. Viszont lábbal pontatlan. Egyből a felpassz. Molnár Dávid nyomta előre Mészáros Gyulához. Vénosz. Füzes. Hát a mögé kapta Füzes Dávid a labdát. Említettem tehát, hogy több pécsi futszálos és együtt tevékenykedik a PTE Peac
B-Build and Trade alakulatában. Fizes Dávid is, a 18 éves játékos is ennek a gárdának a tagja. Az NB2-i nyugati csoport alsóházban található ez az együttes. Molnár András. Molnár Dávidhoz. Megvan a csúsztatás, a gól viszont elmarad. Nem volt rossz a variáció. Középütt bontaná meg a védelmet Szent Mártoni. Van azonban őrzője. Tízes passzolt Forró Mátéhoz. Megint ő a leghátsó ember, ő is tagja ennek az általam már említett pécsi futszál csapatnak. Vénosz. Megint passz a center pozícióban lévő játékoshoz, Molnár Dávid. Az lövőhelyzet! Fontos védés, Matesz Kornél. Hárította Mészáros kísérletét. Jön a másik kapus is, Szabó Ladislav. Most nem kell védenie. A labdára ugye lehet csúszni. Géringer tett így az LKK-ja alakulatából. Fizes. Vénosz. Hét egyre kapott ki a Miskolci Egyetemmel szemben, a rendezővel szemben a PTE. A férfi elődöntőben az EKK pedig 8-3-ra az LT-vel szemben. Itt továbbra is 0-0 az eredmény. Korábbi szabálytalanság miatt sípolt a játékvezető. Ez a férfi bronzmeccs első faltja, illetve szabadrugása így. Vénosz Mirics kéri a távolságot. Két tagos sorfalat kért Szabó kapus. Legurításra kérhetné Szent Mártoni is. Kapura! Kipattanónál Szent Mártoni lopja vissza. Átmeneti állapot. És aztán handicapben van Szent Mártoni. Passz centerben megszerzi a vezetést. Az LKK egy csapata. Ígéretes helyzetből rúghatott a PT-je, de az ellencsapásból gólt kap az együttes. Nagyszerű előkészítés, fontos befejezés. Mészáros Vasszát Molnár András váltott a gólra. 1-0 ezzel. Jó pár pécsi szurkoló is itt van a helyszínen, ugye a PT-je több sportágban is képviselteti magát. Ilyen futszában mind a két együttes ott van. A férfi és a női mezőnyben is a hölgyek elődöntőjét a pécsiek nyerték 3-2-re. Vénosz megállt, pedig sípszóig megy a játék, ahogy a közze is tartja. Aztán Vénosz még törleszt is. Sárga lap, aztán még reklamálás miatt egy másik pécsi, Szaniszló Márk is megkapja a szankciót. Egy másodpercen belül két büntetett pécsi futszálos. A lelátóról lehet reklamálni, a pályán nem. Mínusz 25 eszendős játékos, elvileg ő azért tapasztaltabb, mint a többiek, Kozár Mislény nevelés. Ilyen Kozár Mislény azért egy stabil, másod-harmadosztályú csapat volt az utóbbi években. Kapják természetesen kívülről is a pressziót a játékvezetők, de hát ez munkaköri kötelesség. Ezt kezelni. Vénosz. Jó helyre állt. Róla pattant ki. Egy-egy szabálytalanság idáig. És megérkezett a pécsi rezes banda is. Olyan minőségi ez a muzsika, hogy akár még a Shazam is felismerni alig, hanem a játékvezető fülét viszont sérti. Nem engedi a szurkolást. Szabály, ő azt gondolja. Nem hallatszik a sípszó, ez a probléma vele. Csak nehogy a Facebook letiltsa a videónkat, mert slágerzenét használunk önhibánkon kívül. Pécsiek azért remélik, hogy előadhatják majd ezt a nótát. Jókor a derültség a lelátón.
Viszont pihenhet a DJ majd az időkéréseknél a szünetben, feltételezhetően így. Elakad a labda. Ezt elég magasan fölé. Palaticki Áron volt ott az imént. Idézem, Pala vagyok, 19 és szingli. A legfontosabb ismertető jegyei ezek. Saját elmondása szerint az angol testnevelő tanári szakos hallgatónak. Kigurult a labda. Palaticki volt ott. Pont a fókuszban. Megint el kell végezni az oldalberugást. És egy szabálytalanságot is jóvá kell írni. Kevesebb mint 5 perc elteltével ez már a harmadik falt volt a mérkőzésen. 2 szabálytalanság a PTE együttesénél, 1 az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnél. Lendületesen menne Szaniszló. Az a lövés pedig a kapufáról jön ki. Vénosz durrantott a kapura. Ez eddig is Szabóé. Felvidéki játékos. Vénosz. Le a földre. Szaniszló. Saját kapuja felé indult meg Őrsi. Szaniszló. Van ember a bal szélen a kockások közül. A csel viszont nem jön be. A labda volt. Udvardi. Próbált volna befordulni. Udvardi is igencsak tapasztalt, 30 eszendős játékos. Korábban a PMFC-ben is megfordult korosztályos szinten. Vénosznak kell védekeznie. Pontos labda Palatickihez, és 2-0. Megduplázza a vezetését a kékvezes együttes, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Palaticki Áron a gólszerző. Salgó Tarjánő nevelés amúgy az SBTC-nél pallírozódott, most pedig a Hevesengyei első osztályban az Andornak táján futballozik. Szélső támadó belső középpályán a poszt, ahol bevethető ez a 2 pozíció. Nem meglepő tehát, hogy a kapu előtt halálos fegyver lehet. Szabó, ő még nem kapitulált. Pedig majdnem 1-1 volt, amikor a Léc segítette ki őt. Labdaszerzés az ellenfél tér felén. Őrsi ért el, jön a másik oldal. Lesz-e duplázás vajon? Fölé. Szaniszló durrantotta. Felső Léc környékére. Vénosz védekezik, nem történt falt. Labda. És hát csak így tudta belőre kaparni ezt Udvardi Dániel. Összesen 3 gólt szerzett a futsal MB2-ben ebben a szezonban. De nem is volt sok meccse. Megint toporzékolnak a baranyaiak. Szaniszló kér másmilyen bánásmódot. Megvan a labda Matesz Kornélnak. Vénosz. Szaniszlóval kóperál. Megint Szaniszló Márk. Megpróbált a szélen somfordálni Szent Mártoni Márton. Ez képest róla ment ki. Szabó sürgeti egy kicsit a játékvezető. Vénosz. Gigával kellett Palatickinek átvennie, semmi. Szaniszló. Kimegy. Videótól nevelés Szaniszló. Aztán utána kis pályára tért át.
mert a Baranyi megyei első osztályban játszik a Pécsvárad és Airbus csapatában. Vinosz, és hogyha ott még szerencsésebben pattant volna Szaniszlóról. Palaticki. Ment Szaniszló is ezért. Kiengedhette Gieringer. Molnár Dávid rúghatja majd be. Bece nevén Munyó. Kispályán elől-hátul megoldja, elmondása szerint. Taktikai szabadságot ad ez az edzőnek így. Fenyves Balázsnak. A játékvezető pedig leparancsolja a vérzőfejű játékost, Palatickit. Ugye így nem lehet ott a pályán senki. Szabály teljesen jogos volt a bírónak az észrevétele. Kap majd lehet egy turbant, a másik nem sikerül csillapítani a vérzést. Molnár András jött be. Azt fölé. És időkérés. 7 perc, 10 másodperc elteltével nem tartott sokáig. Akkor valóban a PTS számára egyelőre nem alakult kedvezően a forgatókönyv. Próbál a Pécsi Tudományegyetem szakvezetője Hári József belegyúlni a találkozóba, hát ha összekapja magát a csapat. Hát aktívabban kezdett az együttes. 1-0-nál is volt egy ígéretes szituáció, amiből nem tudott kiegyenlíteni, sőt, ugye az első gól is lényegében egy olyan eset után történt pár másodperc, amikor még arra lehetett asszociálni, hogy megszerzi a vezetés, majd a PT-je. Hát ez máshogyan alakult. Ilyen rutinos szakvezetője van a PTE együttesének, aki tehát sokakat ismerhet a csapatból. Többek között a pár évvel ezelőtt még első osztályú Sziget-Szent Miklós is ott van az alsóházon a PTE együttesével. Érdekes annak a gárdának is a pozíciója. Második az alsóházon, amúgy a nyugati csoportban. Hát ott még csak most indult a küzdelem, a Sárvár az első. A Nagykanizsa, a Váridi Péter által fémjelzett Nagykanizsa. Van ott a PTP az Bibuld and Trade mögött, még a budapesti Bak, Sziget-Szent Miklós és a Dunaújváros futszál nyugati régió alsóházának a tagja. Az időkérés után pedig már Fizes Dávidé a labda. Vénosz visszakerült hozzá. Fizes. Szentmártoni. Óriási labda. Tökéletes befutás volt ez Udvarditól. Jó volt a játék. Lefújja a bíró a harmadik pécsi szabálytalanságot. A faltok fele elfogyott. Sőt, ha még háromszor faltolna a PT, akkor már kisbüntető lenne. Kint volt. Női bronz párharcot elbukta tehát az LKKM, és viszont Fenyves Valázs együttese 2-0-ra vezet. Vigasztalódhatna, íremmel gazdagodhatna. De két szerzett góllal gyanús, hogy nem lehet megnyerni ezt a bronz csatát. Vénosz. Szentmártoni tovább. Fizes. Nem sietett előre a kékmezes csapat. Keveset van a labda most az LKKE alakulatánál. És arra a kapusnak kell jönnie. Matesz. Most még nincs abban a korban, hogy Matesz papának kelljen becézni Matesz Kornélt. És a fiatalokat erősíti PTN-nél. Jobblokk. Udvardi nézett bele.
Kint ért bele. Heves-megyei játékos, emiatt jöhetett az EKKE nagy védés. Matesz Kornél. Tolt a sarok rúgásra. Nincs ember a hatoson belül, a kékezesek közül. Ebből pedig nincsen kapás. Tetőszerkezetet ír a labda. Szent Mártoni. Most a Vénusz Susszan PTL-nél. Bent van Forró Máté és új fent. Szent Mártoni. Forró. Jó ütemben. Az ötödik falt a meccsen. A meccsekaljai szurkolók sárgát szeretnének látni. Játszunk, játszunk, hallható a kérés. Lássuk a kivitelezést. Szent Mártoni. Fizes. Köszönjük szépen, a lelátóra került a labda, mindenki ívségben. Hát így kell felszabadítani, hogy ne tudjon kontrázni belőle az ellenfél. Kulcspárharc, aminél megvan még a labda. Szöglet. Udvardi Dániel megnyerte, és így előnybe is került. Most pedig már Szent Mártonié. Ez is! Oda ment Szabó kapuja környékére. Megint megkapta a korrekciót a védőjétől Szabó. Most pedig mellé megy. Tekert egyet a fordulatszámon a PTE Forró Máté. Videóton baráti körnél szerepel. Megyei másodosztályban. Hop-hop. Nem tudom, hogy ápolni is kell majd. Énre forróba talaj, pécsiek lába alatt. Negyedik szabálytalanság. És úgy, hogy még hátra van a játékrész több, mint fele. Kisbüntetők énre közelebb vannak az EKKE együtteséhez. Az labda. És az előnyben lévő csapat természetesen ilyenkor rá is mehet arra, hogy kicsikarjon egy-egy szabálytalanságot még. Nagyon vékony jégen kell mozgolódnia a PTL-nek. A sarokrugás. Molnár András teheti majd tovább. De korrektül visszaadja. Elismerték ezzel, hogy melyik csapatnak kell jönnie. Mert hát ne felejtjük el, ez egy fesztivál azért, és hiába nagy a tét érződik mind a két csapaton, ezért a korrektség meg kell, hogy legyen. Meg a jó védekezés is. Ennek szellemében jött Géringer. Udvardi. Géringerről megy ki. Egy befutás, Fizes jó voltából. Szent Mártoni. Forró. Állítgatás nélkül Forró. Megint egy sánc. Marad a fekete mezeseknél. Ez viszont nagyon nagy helyzet. Szabályos labdaszerzés. 2-1. Kismárgázza Matesz. Udvardi Dániel volt az, aki elbukta a csatát. De marad a 2-0. Megemelt labda sarokkal. Matesz. Forró, fantasztikus elforrótól, az is jó még, Forró! Nem tudta már becenterezni, hiszen azért volt ott egy védő is, a hosszún érkező kollégán. Fizes. Kifedezte Géringer. Forró. Elesett a labdában. Ha tovább megy, lehet, hogy más miatt borult volna, hiszen egy szabadrugást is kiharcolhatott volna.
Matesz hagyja, hogy kicsorogja. 9 perc van még hátra az első fél időből. 6 szabálytalanság, 2 gól. Éppen csak, hogy hosszú. A visszaérkező Vínos Soma próbált gólpaszt kiosztani. Gehringer. Mindjárt több játékos nevezhetett Hári József, mint Fenyves Valázs a túloldalon. De nagyjából egálban forgatják a játékosokat a csapatok. Forró. Vénos. Forró. Átlátott a Szitán Palaticki. Vénos. Szöglet Özön. De gólt még nem szerzett a PTL. Vénos lövése után sem változott mindez, alaposan alányult Vénos Soma, aki amúgy a Bújj Ese labdarúgója is a Baranya a megyei első osztályban. Vénos. Ketten előtte. Tehát az új lenyomatát Mészáros Gyula. Mezén Vénos. Tisztázotta. Kékmezes. Hátrébb kell egy kicsit lépni. Forró szemtelenkedik ott Szabó kapujánál. És majdnem el is jutott hozzá Szabó. Elmondta, hogy a csütörtöki elődöntőben a csapat nem számíthat rá munkahelyi elfoglaltság miatt, de pénteken csatlakozik. Az egész Sportcentrum csapatát erősítő játékos. Jó lekészítés, Vinos! Pazar variáció volt, találat nélkül. Meglepő lenne, hogyha csak az egyik csapat találna be az első fél időben. Minden labdára menni kell. Ezt az alapszabályt elevenítette fel az edző is. Nem támadta most Mészáros az ellenfelet, várta, hogy átvegye, és utána rontott rá. Mészáros. Bent volt. Szentmártoni. Harcosan 3-1-ben megy a PTS. Szentmártoni. Remek védekezés. És kármentés egyben. Gehringertől. Jörsi Martin. Újra a parketten. Vénos. Ezért jó labdafogó háló. Egyből jöhet a szöglet. Nem kell várni, míg valaki visszaadja. Jörsi hagyja Vénosznak. Az úgynevezett XG mutatót itt nem mérik, azaz a helyzetek minőségéből várható gólokat. Azért ez nem igazán javította a pécsiek statisztikáját e tekintetben. Szaniszló. Vénosz a kezdőkörben, Forró. Fantasztikus szóló Forrótól. És elég ütemtelenül tolja meg a labdát. Nehéz kiszámítani, hogy mire megy majd. És hol kell esetlegesen szerelési kísérletet bemutatnia az aktuális védekező játékosnak. Forró. Gehringer. Pont annyi készhasználatot követett el Gehringer László, ami még belefér. Forró Máté. Ezúttal nem tudott helyzetet kialakítani. Ez is határeset volt, de kemény futszer azért benne van persze. Forró. Szöglet. Szabó Ladislav használta a kezét.
testnevelés és közösségi művelődés osztatlan tanári szakos hallgató Szabó. Az EKK kapusa. Vénosz ballal. A második labda, ami eltalálta a játékvezetőt egy percen belül. Most nem tudott észrevétlen maradni, mondjuk nyilván azért van felület, ami eltalálhatja a játékvezetőt. Időkérés a második a mérkőzésen, 6 perc 28 másodperccel az első fél idő vége előtt. Fényves Balázs játék megszakítása. 4-0-ás hátrányban volt a női bronzmérkőzésen a szünetben az EKKM. És akár még hasonló előnyt is kiépíthetne, bár azért a lőlap az utóbbi percekben eléggé mindoldalú és a pécsiek számára hízelgő. De még nem tudja gollal befejezni a támadásokat. PT-je, addig ez csak egy elvi lehetőség, hogy szoros legyen az összecsapás. Ugye, ami a további programot illeti, nem árt felidézni, hogy ezen kívül még két mérkőzést rendeznek ma ebben a csarnokban. A két legfontosabbat a futsal tornán, a női és a férfi döntőt. Pécsi Tudomány Egyetem az 5-ös Lórán Tudomány Egyetemmel mérkőzik majd a női fináléban 13:30 perctől, fél 4-től pedig majd az ELTE Miskolci Egyetem csatát bonyolítják le az uraknál. Akár otthon is tarthatja a MEFOB győzelmet a Miskolci Egyetem. De hát ez még a jövő zenéje. A jelené pedig az, hogy az időkérés után egy felívelés. Géringer. Vénoszon legelőrébb. A saktábla kinézetű mezzel rendelkező PTE-ből. Nagyszerű lefordulás, és 3-0. Dinamikusan csinálja Mészáros Zsula. Ellentmondás nem tűrően. 1-1 elleni párharc. Mészáros. Már most annyi gólt szerzett az EKK, mint az egész férfi elődöntő folyamán. Forró. Elindult a szlalom, véget ért azonban a túra, és utána még egy kontakt, Mészáros, forró faltja, az ötödik. Inkább is erre lehetett gondolni, a játékvezető azonban színészkedés miatt mást ítél. Úgyhogy nem 5-2, nem 4-3 ezzel így a faltarány. Egy kizárás. Matesz. Vénosz. Laposan be. Vonalban a játékvezető. Látta, hogy mi van. Vénosz. Bár a másik oldal is. De a karistolt azonban Mészáros. Forró ezúttal nincsen a pályán. Máshogyan kell helyzetbe kerülni a PTE-nek. Vénosz. Megvan, és itt a gólhelyzet. Szabó mellett a passz. Ott van még, és Szabó védi ezt is. Szaniszló duplázott. Elvétette fejjel Őrsi, de ezzel is megzavarta az ellenfelét. Matesz hajítja föl. A ragyogóan újabb gólhelyzet mellé. Udvardi Dániel szerezhette volna meg a PT első gólját. Matesz fejjel. Volt a hatos vonalán a labda. A racionális döntés volt ez a kapustól. Az utolsó negyede kezdődött meg az első fél időnek. Vénosz. Füzes. Próbál elszakadni a hosszú oldal is. Füzes. Udvardi.
Szaniszló kapja Udvarditól. Füzes. A robok tovább a fiatal játékos. Udvardi. Vénusz kéri laposan, és mellé. Meg volt a folyosó. Vénusz Soma előtt, aki jobbal ballal. Kapura püfölte már a mai napon, vagy a kapu környékére. Szaniszló szólója. Majdnem öngól. Leír azonban lábbal Szabó. PTS szabálytalanság. 3-5 a faltarány. És jelzik is a játékvezetők, hogy a kisbüntető veszélyen lebeg. Damoklész kardjaként innentől a pécsiek feje fölött. Oldalberugás. Udvardi. Visszakapja Szaniszlótól. Szent Mártoni. Jó blokk, és a szabad labdát begyűjti a kékvezes LKKE. Gieringer. Leocki Balázs az, akit még nem nagyon láthattunk a pályán. Jó az. És végül Molnár Dávid próbálta benyomni a hatoson belőre. Füzes. Zinedine Zidane munkásságát tanulmányozta, ami a cselt illeti. Szabadrugás. És azért a négy falt CKK mellett is kezd aggasztó lenni. Oldalberugás. Szent Mártoni. Rátette valósággal a lábára Szaniszló Márk. Szent Mártoni átvétele viszont nem volt optimális. Füzes fölött megy tovább. Centerhez a labda. Molnár Dávid. Jó szerelés. Hátul kell Gieringernek védekeznie Molnár Dávid faltól. 5-5 szabálytalanság. Úgyhogy egy biztos, ha látunk még faltot az első félidőben, akkor büntetőt, kisbüntetőt 10 méteres fog elvégezni a vétlen csapat. Ez is egy különös ízkölcsön az átra lévő időnek. Szabó, fogható labda. Molnár Dávid föl. Palaticki. Nem az övé még. Molnár András. Oldalberugás. 2:33 a szünetig. Lapos kísérlet. Molnár András akarta bejátszani. Szöglet. És PTE kontra lehetőség. Visszahámozta azonban Molnár Dávid a labdát az LKKE együtteséhez. NVTK nevelés, ugye Molnár Dávid is. Úgy említettem róla korábban. Lefedi ezt a régiót. Diózsőr. Forró. Helyzet kialakításban, falt kiharcolásban is hasznos elem lehet Forró. Hátra lévő 120 másodpercben. Ennyi van még hátra ugyanis a fél időből. Próbálja Udvardi egy kicsit a játékvezető figyelmét felhívni a kontaktra. Vénusz. Udvardi. Kapu előtt, szöglet. Nem volt senki, aki hozzáérjen. Szabó viszont nem tudta úgy átvenni, hogy bent tartsa. Forró. Szent Mártoni. Udvardi. Előrébb lépett Gieringer egy sorral. Vele szemben Vénusz.
Emelés Udvardihoz, jó előkészítés, és egy gyönyörű gól! Az igen! Vannak dolgok, amikre megéri várni, ez is ilyen volt alig, hanem Udvardi Dániel, 3-1. Csodálatosan vágta felső léc érintésével a kapuba ezt. Vénosz löbböli át, és aztán keményen Udvardi. Itt láthatjuk hátulról. Hiába emeli Szabó a kezét. Ez a védhetetlen kategória. Nincs kéz. Mészáros. Oh! Közel volt ugyan a kapus. Matesz a centerhez, de így is necces lehetett volna. Mészáros. Molnár Dávid. Adja Gieringernek. Udvardi egy picit előrébb a PTL-ből, hát ha tud kontrázni majd a csapat. Gieringer. Kirúgás, vagy hát kapusé lesz így pontos, hiszen csak a kezét használhatja ugyebár. Kezdődik az utolsó perc. Az első fél időben. Matesz előre. Alacsony volt a tetőszerkezet ehhez a dobáshoz. Le tudja elhozni mind a két csapat falt nélkül ezt a játék részt. A hölgyeknél 3-0 után az előnyben lévő csapat szerzett gólt, itt a hátrányban lévő, mindjárt szorosabb is a sztori. A labda, Szentmártoni szedte össze, azt pedig 2 az egy elleni helyzet, Forró, Szabó véd. Falttal együtt indult Forró, ezt mutatja a bírónak, és aztán ellene dönt a sori, sárga. Próbálja Matesz nyugtatni, az ő víd. Nem könnyű. Forrónak most a feje olyan, mint a neve. Szakadt a cérna. Tegyük hozzá, hogy valóban elég érdekes volt az az indulás Forrónál, amit szóvá tett a bírónak. De nem kis büntetőzhet a PT-je. Vénosz, 40 másodperc. Vénosz, Udvardi a gólszerző. Érintés nélkül ment mellé. Szabó. A lábra. Arra még lehetett csúszni. Szentmártoni érkezett, azt pedig Vénoszé. Nem sokáig. Molnár Dávid remekül vette át. Forró. Gieringer. Lövőhelyzet. Hát a jobb lábára Mészáros. Gieringer. Megszerzi a PT-je. Forró másfele indul. Letelik. Hátra lévő idő másodperceken belül. 3,5 van még vissza. Egy felívelés talán. Kapu elé teljesen, nincs nagyon más lehetőség itt. Ez az egy megoldás. Leócki Balázs. Laposan, röviden. Úgyhogy hátrébb 1,4 másodperce marad minden, és marad még az LKK együttesénél. Egy pályán belső védő, de kis helyen bárhol bevethető Leócki. Ráküldi! Megkapja a segítséget Matesz. Ez hát azt jelenti, hogy 4 gólt láttunk az első fél időben a férfi futszál bronzmérkőzésen. 3-0-ra is vezetett már az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, de végül Udvardi góljával szépített a PT-je, így a szünet után 3-1-ről folytatódik a meccs.
pedig 8 különböző sportág is. Itt dönti el az aranyérmek sorsát a MEFOG 2021-22-es szezonjában. Vénos. Magas volt ez a felívelés most. Molnár András. Géringer. Szólt hangosan. Mateszó jó. És valóban. Szaniszló. Forró természetesen a bal szélen. Nullázódnak a faltok. Ki ne tudná a szünetben. Első fél idő, mind a két csapat remekhetett a hajrában. Lője kis büntetőt az ellenfél. Palaticki. Megkínálta most az ellenfelet Palaticki Áron. Az a labda pedig Géringer Lászlóé. Vénosz tudta, hogy mi következik. De végül Szabóhoz pottyant. Palaticki. El kellett engedni Mészárost. Forró az, aki most már rágyorsít. Belül Vénosz. Forró! Szöglet. Forró Máté besárgult ugye az első fél idő végén, akkor szóvá tett egy szabálytalanságot, ahol a bírók viszont máshogy ítéltek, mint ahogy ő elgondolta. Heves volt az első fél idő. A szünetben remek hangulatot teremtett egyébként a PTR rezes mondája. Most viszont szomorkodhatnak a pécsiek. 4-1. A második fél időben is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szerzi az első gólt. Mészáros újabb találata. 4-1. Itt láthatjuk még egyszer a befejezését Mészárosnak. Elfektette a kapust, és utána a léc alá löbbölt. Megint 3 gól a különbség. Vénosz. Füzes. Vénosz. Vissza a bal lába felé. Forró. Ritmus vált Forró. Csodálatosan csinálja Szabó, azonban véd. Füzes termet még ott Géringer előtt. Mészárosnak hosszú. Matesz. Szaniszló. Kerezzel mozgott Füzes elvinni az embereket. Aztán csak oda tenderítette volna hozzá Szaniszló. Vénosz. Győzött a túlerő Géringerék. Jó voltából. Füzes. Molnár Andrástól csente el. Az pedig falt. Messze volt már amúgy Vénosztól, de a kontakt vitathatatlanul megtörtént. Egytagú sorfal. Forró. Takarásból. Szaniszló botladozik. Forró. Utolsó vagy szól neki a kapus, mégis elveszítette Forró, és ráadásul csak falt árán tudja megállítani Mészárost. Bravo Gyula, hallhattuk kintről. Nagy pályás labdarúgásnak, akár azt is lehetett volna gondolni, hogy ez Forrónak szól. Volt ilyen nevű futballista Kecskeméten, illetve Újpesten. Itt nem azonos vezetéknév és a keresztnév, Forró Máté és Mészáros Gyula találkozott. Ne olyan hevesen. Forrónak maradt még ott a törülközője a pályán, nem kell bedobnia persze. 17 és fél perc ugyanis hátra. Fölé. Neócki emelte ki. MB2-es játékos is volt a DVTK-ban. És eddig ő is a Tiszaújváros futballistája. Csak úgy, mint Géringer.
Szól a kapus, hogy nem kell feltétlenül előre menni, az viszont Fizes előtte szansz, jó előkészítés. Mundvardi próbálta megszerezni a második gólját. Molnár jól élt együtt a játékkal a kapus, Molnár András passza után majd iszkolhat vissza. Leocki. Megvan. Udvardi. Szabó László folyamatosan instruálja a társakat. 3-2-ben megy az LKK-e. Irányt változtat egy kicsit, de Pokol ilyen nagy gólt szerez. Géringer László révén az LKK-e. 5-1. Nyeri a második félidőt is az egeri csapat. Leocki keresztbe, és aztán fekszik már a kapus. Géringer nem laposan, hanem magasan kívánt betalálni, igaza volt. Szabadrugás. Szent Mártoni Márton csikarta ki. Vénosz pedig természetesen a rögzített helyzet miatt jön is. Hát, ha beveszi Szabó Ladislav kapuját. Ez azért már kezd kritikus különbség lenni. PT aspektusából. Kéttagú sorfal. Egy mezőnyjátékos a hosszú kapufánál. Legurítás. Szent Mártoné. Azonnal robbant rá Molnár Dávid, a kapus is jött persze. Fölé. Oldalról jöhet majd az LKK, hiszen még az alapfonal előtti részen találta el a tetűszerkezetet a labda. Az atléták holnap kezdenek majd. Visszaszerzi ezt Őrsi. Labda. Pókfoci végén pedig Molnár András. Molnár Dávid. Még mindig nála. Matesz. Most jól döntött, hogy alapos labdára várt. Kötéssel a fején Palaticzky, ugye az első fél időben parancsolták le a vérző seb miatt. Kommentátor barát szerelés, nehéz eltéveszteni innentől, hogyha nála a labda. Megpattant-e Szanisztó Márk lövése vagy sem? Ezzel lehetett gondolkodni. A játékvezető válasz az, hogy nem. Palaticzky. Nem találta a lábát Szent Mártoné. Kiváló váltás! Matesz nem lehetett mellette elvinni. Molnár András akarta kicserezni őt. Jó a kidobás. Ellentétben az átvétellel Udvarditól csorgott tovább méterekre. Palaticzky. Intenzív második félidő. Hiba, Udvardi. 3-2-ben az LKK-e. Lassú volt ahhoz, hogy lövőhelyzet legyen. Kipöckölte Őrsi. Említettem a különböző sportágakat, a judó majd vasárnap lesz a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban. A kosárlabda holnap és holnap után, a tenisz ugyancsak, mint ebben a komplexumban. A vízilabda tart a legtovább, az egy háromnapos esemény. Oldalberugás. Menne a jobb oldalon Szent Mártoné. Udvardi esik el. Tovább engedi a bíró. Udvardi az vissza, a második gólja is meg lehetett volna. Minden mérgét beleadta.
Az alapján elég dühös lehetett Jócskán felé. Palaticki. Menne tovább. Forró visszajött. Ez a lökésség bőven belefért a szabályos kategóriába. Lehocki. Palaticki. Kihámozta magát a szorításból Palaticki. Labda. Profi védekezés. Udvardi elől, forró a bal oldalon. Laposan becsúszik. 5-2. Sok nagyot fogott Szabó, itt viszont mellé nyúlt egy picit. Forró találatával megvan a PT első gólja is a térfél csere után. Komolyan gondolják még a pécsiek azt, hogy visszajönnek szoros eredményre. Említettem a kísérő programokat, túl vagyunk már a Miskolc Egyetem díszaulájában, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség közgyűlésén, itt pedig egy nagyszerű mateszvédésen. Tettett volna a fél tucat, EKK-e gól. Forró, bottal üti Palaticki a nyomát, forró! Nem csak a labdát rúgta, hanem utána. A szerkezetbe is belevágott egyet mérgében, miután nem tudott gólt találni, gólt szerezni. Udvardi. És belőtte a kapu elé. Marad az 5-2. Vénasz. Matesz, a szenzációs volt. Szegény Udvardinál sok baki becsúszik most. Mert a legnagyobb Szabói volt, amit itt látunk lassítva. Ezzel együtt precíz a lövés. Mészáros szeretett volna blokkolni. Palaticki. Oldalberúgás lesz az Eszenházi Károly Katolikus Egyetemnek. Molnár András, magas Mészárosnak, elpattan, így viszont jó, Füzes, forró, Palaticki blokkol. Forró Máté. Molnár Andrásnak szólt a kapus, hogy követnie kell Füzest. Vénosz. Erre vár gyakorlatilag Molnár András. De Vénosz korrigál, összecsúszik utána a labdáért folytatott küzdelemben Lehúckival. Egyikük sem reklamál. Ilyen párharcok is színesítik a mérkőzést. Nagy védés! És a lövés sem volt kutya. Vénosz próbálkozása után boxolt bele. Szabó Ladislav adott egy tasrit a labdának. Vénosz. Forró. Szabadrugás. Én a véleményemet mondtam. Játékvezető ítélet viszont nem ez. Szabó. Majdnem behullott az. Egy ember mínuszban volt az ellenfél tér felé a PTE, ezért kapta hátul Füzes. Forró, majd Vénosz, mellé suhad. Oldalt váltott a PTE játékosa, majdnem besiklott a labda a jobb alsóba. Feldobott labda Mészárosra, Zitzerven Géringer, gyönyörű gól. Amikor már úgy nézett ki, hogy kisodródott, akkor Géringer megmutatja, hogy milyen rugó technikája van. Hat kettő. Láttunk már ilyet a mai napon, amikor közelített a PTE
labdája volt a szorosabb eredményhez, de utána az EKK szerzett gólt. Most is az egriek találtak a kapuba. 5-3 helyett 6-2. Gieringel tavaly még az Egerben játszottam úgy. Most viszont már csak a főiskola, az egyetem köti a városhoz. Megy a másik oldal, a két Molnár azonban nem tudja összehozni. Dávid nem Andrást játszotta meg, hanem lőni próbált. Fejves szakvezető is inkább az átadásra szavazott volna. Hát ez nem Xbox, hogy ő döntsön a kontroller segítségével. Gieringer. Így tudott csak csúszhatni. Molnár András. Forró. Nagy játék, Forró, megérdemelt gól. 6-3. Egy legendás eredmény. Feljön mínusz 3-ra a PTE. Volt egy putya ízi találat, ez viszont egy csodálatos cselsorozat után. Mindbetörés utáné. Mészáros. Molnár András. Kereszem az ott Molnár Dávid. Molnár András, blokk. Nem csak védekezni próbál az LKK-e. Most viszont azt kell csinálnia a csapatnak, hiszen Molnár Andrástól sikerült elszedni. Olyan azt tolta föl. Kényszer pozícióból a lövés. Leócki tér vissza. Meg a pécsiekben is az életkedve persze. Orosan majd a női csapat a döntőben lesz érdekelt, azt is élőben közvetítjük majd természetesen 13:30-tól. Mészáros. Az is jó, hogyha játszik a csapat Fenyves Valás szerint. Nehéz lenne vitatkozni a gondolattal. Gieringer. Tízes. Nevető harmadik ma tesz. Forró. Három szabálytalanság már az EKK csapatától. Forró. Ez viszont tiszta. Mészáros. Szentmártoni. Kilenc perc, 26 másodperc még a végső dudaszóig. Ugye nettó játék időre megy. Csak amikor pályán belül van a labda, akkor pörögnek lefelé a másodpercek. Mátéval kell cserélni. Mondják a pécsiek Forrót, érinti ez ugye vár. Szabó. Mellelle Mészáros. Molnár. Méghozzá Dávid. Ez pedig Szabó Ladislavé. Szent Mártoni. Más nyakán volt valósággal Szaniszlóval. Forró. Harciasan védekezett Molnár Dávid. Említettem, hogy alapból bal hátvéd, de már távol tőle, egy pár harc. Belefutott Szent Mártoni Mészáros karjába, váll aki, úha. Aki ezt látta, az alig, hanem most a CVS kapott, kiment a válla a helyéről. Pont amikor azt vizsgálta Szent Mártoni, hogy mi van vele, akkor ott még ugrott egyet. Van, amikor örülök annak, hogy több kamerával közvetítjük, de ennél a jelenetnél annyira nem. Reméljük azért jobban van Szent Mártoni.
8 perc, 45 másodperc van még vissza. Kényszerű módosítását a PTN-nél. Hári Józsefnek azonnal reagálnia kellett. Forró. Vénasz kiszúrta a tisztán érkező füzest. Egy az egyben kell védekezni a Géringernek. Tehát a Mészáros is. Figyel Szanisz róla, Vénasz cselezget. Hárman fogják közre. Forró. Ragyogóan. Mészárossal brusztolhatott. Elsuhan a labda. Vénasz próbálta beütni a hatoson belőle. Azt pedig gólhelyzet felé. Csörrel, Spitzel, pontatlanul Vénasz. Pedig volt olyan gól, aminél nem volt akkora helyzete a PTN-nek, mint itt. Szöglet. Újra kimegy a labda. Szaniszló Márk. Állt bele. Mateszlavssal. Kicsit hátrálnia kellett a védőnek. Őrsi Martinnak. Beleér még a kapus. Nagy védés, Forró pedig kontrázhat. Van előtte csapattárs is. Forró passza. És rossz az átvétel Szaniszlótól. Előtte viszont történt még egy falt. Ezt írják jóvá a bírók. Forróval szemben nagyon nehéz védekezni, ezt az előbb is láthattuk. Ha még kettő szabálytalanságot elkövet az EKK-e, akkor jön a kisbüntető is. Szűk 8 perccel a vége előtt. Ezért kardinális lehet. Forró. De az is kulcskérdés, hogy melyik csapat jegyzi a következő gólt. Visszaáll-e legalább a fél idei különbség? Ha nem, akkor rébe érhet az LKK-e. Füzes. Jól tovább. Füzes kapja vissza. Bal lábát kellett használni. Kezezés. Volt-e, vagy oldalt ment ki? Kezezés, mutatja a bíró. Egy falt marad. Az ötödik szabálytalanság a PTE ellenfelétől. Ez még ugye nem kisbüntető, viszont a szaggatottról egy pontrugás. Itt viszont állhatnak mezőnyjátékosok Szabó elé. Ketten a sorfalba. Egy ember a hosszúra, nehogy Őrsi megkaphassa. Forró ma már többször mattolta a Szabó Ladislavot. Most véd a kapus. Ott találta el a labda, ahol a legkevésbé szeretné. Nem talában egy kapus. Forró. Egy-egyben Palatickival. Forró. Oldalberugás. 7 perc a lefújásig. A végső Dudaszlóig. Őrsi. Visszatenni a jobb lába felé Őrsi. A meccsre előírt cselmennyiségét bepótolta. Váltás. Tízes. Párharcot behúzta Géringer. És lehet, hogy a meccset is az LKKM. Mert hogy újra! 4 góllal vezet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. 6-4 helyett 7-3. Megint Palatický Áron. Ajtó, ablak. És ezúttal nem sikerült már menteni. Időkérések még vannak. Lehet, hogy lassan célszerű lenne kihasználni. Gondolatja ezt egy külső szemlélő. Vénasz. Szaniszló felé bökte.
Vénusznak szólnak, hogy figyeljen. Első van. Kérdés, hogy kitart-e így a pécsiek lelkesedése és motivációja. Forró. Vénusz volt a címzett, de eléggé lecsúszott ez a passz. Igen, akkor ez az öt szabálytalanság még mindig esélyt kínálhatna a PTL-nek gyors gólokkal való felzárkózásra. Forró. Szép édés. És a lövés is remek volt előtte. Ez pedig mellé megy. Pár centivel. Ki jön Matesről? Ki megy? Kapusé lesz majd a labda. Megkezdődött a második félidő utolsó negyede. És könnyen lehet, hogy a hölgyek után a férfiak bronzmérkőzése is eldől a hajrá előtt. De hogyha még gólt szerezze a PTE, lehet, hogy elkezdhetne bizakodni. És a csapattárs blokkolt a lövés, Palaticki. Nem egyeztek a gondolatok, Szaniszlói, illetve Udvardié. Az előlévő középre ment, a hátulévő a szélre passzolt. Említettem, hogy vannak különböző kísérőprogramok, mint például a 3x3-as amatőr kosárlabda bajnokság. Kiállítások is vannak. És hát este rendezik a kocsmasportok éjszakáját az egyetemvárosban. Oha! Nagy a kidobás. Négy pályán belül tartotta ezt így Molnár András. És nagyon jól jött lendületből Molnár Dávid, csak követte az embere. Nincs egy könnyökös ezek szerint, mert tovább a bíró szerint, Matesz véd. Ott a második lehetőség, Leocki, ezt is fogja a kapus. Szaniszló Márk, ez aki fekszik, vagy a lelátóról mondják a fiú. Alaposan belenézett szegény ebbe a könnyökösbe vélhetően. Torkát fájlalja Szaniszló. Nagyon ezzel azért felkászálódik. Természetesen van orvosi egység a helyszínen. Minden protokoll szerint zajlik, az ilyen helyzetekre is fel kell készülni egy ilyen torna folyamán. De vajon az olyan helyzetekre mit talál ki a PTE, hogy 4 percen belül, vagy hát közel 4 percen belül, 4 perc, 4 másodpercen van vissza, 4 gól a csapat hátránya. Szaniszló. Sarokkal kapja vissza a Vénosztól a húzott labdát. Forró most pihen, fizes altoson belül. A labda viszont már a felezőnél lassan. Géringer nincs a pályán, ott van viszont Lehúcki. Ennek hátsó ember, Palaticki csele. A labdát támadja Szaniszló. Nem csak azt sikerült eltalálni. Szaniszló máshogy ítélte ezt meg, mint a bíró. Nem volt szabad labda a spori szerint.
PTL 7-1-es vereséget szenvedett az elődöntőben, most 7-3-as kudarcra áll. Az Eszterházy pedig a mínusz 5-ös elődöntő után plusz 4-jel vezet a bronzmeccsen. Palaticki. Molnár Dávid. Sarokkal még tovább. Uha! Na, a kapus lett a kárvallottja annak, hogy Udvardi is közelített a labdára. Tiszta az út. Lábbal kellett védenie Szabó Ladislavnak. Vénosz tüzelt. Megint Vénosz. Szaniszló. Jönnek a rutinosabb futszálosok. Udvardi. Vénosz. Éles szög. Sarokrugás. 3 percen belül. Csak Füzes érkezett be. Labdát nem bírta már tovább kotorni. Visszahozza Őrsit, Hári József. Nincsen talp. Ez így Őrsi, belebombázta Palaticki. Jócsel Őrsitől, és Zicser át a másik oldalra. Marad a 7-3. Veri a kapufát Őrsi mérgében. Ez pedig egy hiba Udvarditól. Palaticki remek védés, agresszívan, szabályosan támadta a labdát a kapus. Ez viszont kis büntető így. A 6. szabálytalanság. 2:26-tal a vége előtt. 10 méterről jöhet Vénos Sova. Hátrébb kell mennie mindenkinek. PTL viszont előre próbál menni. És a 3 gól 2 féllel a vége előtt nem ledolgozhatatlan. Ha meg lesz. Szabó 2 lépésre a gólvonaltól. Vénosz! Kivédi a kapus! Ezt pedig fölé rúgja Vénosz! Minden kulcshelyzetből gyakorlatilag az LKK jön ki jól. Ebből nem, de ez nem is volt kulcshelyzet 7-3-nál. Őrsi próbálta feltenni. Géringer. Mindenki nem megy fel természetesen a kékmezesek közül. Mészáros próbált cselezni. Lehet dobni előre. Lehóczki. Udvardi forgatott volna jobbal. Az jó, hogyha folyamatos játék van az EKK szempontjából, mert azzal is csepegnek a másodpercek. Géringer másfél percen belül. Gólhelyzet Őrsi mellé. Azért amerikai futballban is nagy hátrány lenne. És a 7-3 azt jelenti, hogy csak touchdown-nal lehetne nyerni. És ez ott is minimális idő, hát még a futszálban, ahol 4-et kéne szerezni alig 1 perc alatt. Mennyivel más lett, másabb lett volna, hogyha ezt Vénosz berúgja az imént, vagy előtte őrsi az ígyszerét. Tehát, hogy minden sorozatnak is lehet izgalmas lezárása, vagy éppen egy picit csendesebb, úgy ez a sporteseményekre is igaz. Itt benne volt az is, hogy nagyon szoros lesz a vége. Ne végre az EKK-e úgy kezdte meg az utolsó percet, hogy 4 gólos különbséggel vezet. És ez azt is jelenti természetesen, hogy meg lesz a bronzérem az egriek számára. Itt most a 4. helyen végez a csapat, ellentétben a női futszállal. Ahol ugye a TS nevelési egyetem
Nagy különbséggel nyerte a bronzcsatát. Itt fél perccel vagyunk a vége előtt. Udvardi 3-1-ben tud menni az EKK, sikerül elvinni Őrsi mellett, Zicser, újabb gol. 8-3 ezzel. Ugyanilyen különbséggel, ugyanilyen arányban kapott ki az elődöntőben az EKK, most pedig az elleni vereség után 8-3-ra nyer a PTE-vel szemben Fenyves Balázs csapata. Aki ránéz az eredményjelzőre, azt mondja, hogy egy nagyon sima bronzmeccs volt. Aki viszont látta, tudta, hogy ez jóval kiegyenlítettebb volt, mint amit az eredmény mutat. De az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem mégis magabiztos győzelmet arat. Játékban van még a labda, mennek le a másodpercek. Többen voltak a pályán, mint lehettek volna. Be kell tartani a rendet. Ez a munkaköri leírása a Sporinak. Most viszont már valóban vége van az összecsapásnak. 8-3 tehát megnyeri a bronzmérkőzést az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. A Pécsi Tudományegyetem benne volt a pakliban, hogy ezt a mérkőzést izgalmassá teszi a végén, de minden momentumból lényegében az EKK jött ki jól. Én segint rázendít a pécsi Rezes Vanda, amely hangolhat a női futszál döntőre. Nyilván ez egy nagy esemény lesz majd nekik, hiszen ne felejtjék el, hogy 13:30-től következik majd a PTE, illetve az ELTE összecsapása, ahol eldől, hogy melyik csapat lesz az aranyérmes. A férfiaknál pedig majd 15:30-től szintén finalista lesz az ELTE. A Miskolci Egyetem az ellenfél, az a csapat, amely rendezőként diadalmaskodhatna. Meglátjuk majd, hogy mit hoz a finálé. Mindjelőre még az utolsó pacsik mind a két oldalon. Aztán pedig már nyilvánvalóan a pécsiek szurkolnak majd a hölgy játékosoknak. Ugye a döntőben a hölgyek is figyelték a bronzcsatát az uraknál. Egy utolsó csapatfotó még az Eszterházinál, ott a kapunál. Megköszerzi a bronzérmet, tehát ez az együttes. Fenyves Valás készíti el. Különböző interjúk készülnek természetesen az edzőkkel, játékosokkal. Az Egyetemi Sport Facebook oldalán lesz majd egy hosszabb összefoglaló is erről a négy napos eseményről, aminek ez ugye ma a második napja. Tegnap a futszál és az Ultimate Frisbee küzdelmeire került sor, ahol ugye a mai nap dönt el az érmek, dönt az érmek eloszlásáról. Emellett ugye az asszai teniszszél is ma. Tudjuk meg, hogy kik nyernek. A holnapi nap folyamán a kosárlabdában az elődöntőket bonyolítják le. Azt követően pedig majd vasárnap jön a finálé. A vízilabdában már holnap is lesz döntő, és vasárnap is külön napon rendezik le a férfiaknál, illetve a hölgyeknél a finálét, mert ugye a teniszküzdelme is megkezdődnek majd, és teszem hozzá, hogy a judó majd vasárnap kerül lebonyolításra, szóval tényleg színes a paletta, és a különböző kísérő események is színesítik a történéseket. Mi pedig ezzel köszönjük meg a figyelmüket. 8-3-ra diadalmaskodott tehát az EKK a PTE-vel szemben a férfi bronzmeccsen.